Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Weekend második része. Adásunk első részében már beszélgettünk a január 1-én megrendezésre kerülő újévi koncertről, amelyet ebben az évben 31. alkalommal rendeznek majd meg. Természetesen az est főszereplői a mazsorettes táncosok lesznek, és a szabolcsi koncertfúvós zenekart. Itt a Weekend díszletében most egy kis mazsorett tánc következik. Fogadjuk őket szeretettel. Kedves nézőket, az ember mindig tanul. Én magam nem tudtam, hogy a Darinka név ajándékocskát jelent, úgyhogy már ez a tudás egyfajta ajándék. Következő vendégeink Dézsi Darinka és Karab Zoltán zenészek. Szeretettel köszöntelek titeket, és egy fantasztikus duót alakítottatok. Meséljetek arról, hogy egyáltalán hogyan találkoztatok, és mi az a motiváció, ami miatt az ember úgy érzi, hogy nem elég, ha egyedül műveli azt a dolgot, amit nagyon szeret, hanem párban ez esetleg kellemesebb. Hát mi Zolival ugyanabban a városban nőttünk fel, Kunhegyesen. Gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és ő Debrecenben élt 10 évet, én pedig Budapesten 9-et, és egyszer rám írt, hogy zenélhetnénk együtt, mert régebben volt. Ez egy ilyen jó csajozós duázói, tehát ez a... Hát igen, most akkor belemegyünk a teljes történetbe, tehát ő volt az első gitártanítványom, tehát ha már itt tartunk, és az hány éve volt, hát majdnem 20 éve. És akkor utána volt az első zenekaromba is meghívtam, mondjuk egy hát furujás lánynak, furujázott ilyen népzenei, rockzenei, punk, itt ugye most punk zenéről volt szó, az még egy igaz ilyen pubertáskori punk zenekar volt, és akkor már ott is, igen. És akkor is egy csapatban voltunk, aztán Darinka is űzte tovább ezt a szakmát, ilyen underground pesti zenekarban játszott, nekem is volt egy zenekarom, és amikor az enyém kifulladt, ez is egy külön műsor, nem szívesen nem sírom, akkor megkerestem, hogy szeretnék egy teljesen új formációt, ami már a felnőtt énünknek a kifejeződése, és kicsit magunk mögött hagyva a kocsmai milliót, inkább a kultúra felé, vagy más kultúránk felé orientálódni, amit templomban, művelődési házban, összművészeti fesztiválon, utcán, színházban, bárhol elő lehet adni. És akkor ezek nagyjából meg is történtek, még a börtön hiányzik, ja, azt hiszem, a listáról. És az volt a koncepciónk, hogy nem írjuk a szövegeket, hiszen annyi jó szöveget írtak már a magyar költők, és megzenésítünk verseket több mint 3 éve. A nagykunsági költőkkel kezdtük. Dénes Eszter.
Jenégyula, Görmendi Lajos, abból indultunk ki, hogy ugye hozzánk legközelebb, földrajzilag legközelebb állókkal kell kezdeni, és akkor most eljutottunk ide a Szabolcs megyébe, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, úgyhogy most már helyi költőkkel is megismerkedtünk, az ő rendezvényeiken is fellépünk, az ő verseiket is megzenésítjük, és azon gondolkodtunk, hogy vajon a karácsonyhoz tudnánk-e valamiképpen viszonyulni, mint kár pedig nem. És akkor a Jenei Gyula költő barátunk ajánlott a figyelmünkbe a 2009-es eső számát, ami tele van karácsonyi versekkel, prózákkal. Ebből összeállítottunk egy önálló műsort, amit teletűzdeltünk idegen nyelvű és magyar tipikus karácsonyi dalokkal, de ezek reményeink szerint más jelentést kapnak ebben a környezetben. És hát a legutóbb Nyírbátorban adtuk elő szabadtéren, nagyon szép ott az a főtér. Volt, igen. Mondjuk azt hittük, hogy bent lesz a művődési ház, mondjuk Danika estéiben jött, és körömcipőben. Ezt miért mondod el? Jajt, hogy, és akkor egy kicsit fagyos volt a hangulat, a gondolom a végére. Igen, mind a ketten. De szerencsére megúsztuk. Azt érzem ebből, hogy azért ti szinte ösztönösen nyúltatok vissza a gyökereitekhez, akár azzal, hogy amikor úgy érezted, hogy akkor kifulladt egy csapat, akkor kerestél valamit, és hát ugye valahogy haza éreztél akkor, amikor egy olyan embert kerestél meg, akivel együtt voltál gyerek. Ott a szülőhelyeteken egyébként minden bokorban terem egy jó zenész, vagy valami zenei általánosba jártatok? Nem, de azt kell mondjam, hogy az a generáció, mi nagyjából egy generáció vagyunk, kitermelt olyan tehetségeket, mint a Rab Gyula, aki operaénekes, együtt vele, ő az első, vagy a közös zenekarom, ő is benne volt, azóta ő már világot járt, Zürichben a társulati tag, akkor van, aki szongora művészlet, tehát így jó környezetben voltunk, jókor, jó helyen, és kitölti ezt teljesen az életeteket? Tehát ebből éltek? A zenélésből? Hát, ugye én színésznő vagyok mellette. Nekem ez a kettő teljesen kitölti az életemet, igen. Igen. Hát én foglalkozásomat, a végzettségemet tekintve filozófus vagyok, de nekem akkor lenne teljes azért az életem, hogyha lenne egy jó filozófusi állás valahol, de ugye mi tudjuk, ez nem olyan gyakori az álláshirdetések között. Igen. Úgyhogy én most momentán a zenélésből élek, igen. Úgyhogy ezért is fontos nekünk ez a karácsonyi műsor, mert van időnk, és azt látjuk, hogy van rá kereslet. Két angol nyelvű dalt hoztunk egyébként, aminek az az érdekessége, hogy az egyiket még biztos, hogy nem hallották a nézők soha sehol, mert az saját. Annyi Christmas hangulatot szívtunk magunkba, hogy már képessé váltunk angolul is karácsonyi dalt írni. Ez lesz az egyik, amit előadunk. A másik pedig egy nem tipikusan karácsonyi dal, de a szeretetről és a hűségről szól. És a kedvenc filmünkből van. Az egyik kedvenc filmünknek, igen. Broken Circle Breakdown volt az angol címe ennek a filmnek. Annak egy főcímdala. Az jutott eszembe, hogy ugye itt most Szabolcs-Szatmár-Bereg megye költészete is megzenésítésre került, hát gyakorlatilag azért ugye van még egy pár megye, nem tudom, hogy vannak-e olyan terveitek, hogy akár tényleg az ország több pontján is idézőjelbe téve parti képesek lehettek egy-egy olyan irodalmi műsorral, ami egy picit kötődik az adott településekhez, vagy az adott régióhoz, vagy jó a kérdés, igen. Hát először nem gondoltuk, hogy kilépünk ebből a körből, és akkor idén volt egy áttörés, amikor az Arany János bicentenárium apropójából meghívott bennünket Rák Zoltán egy közös produkcióba, és ez most december 15-én debütált a színházban, ennek részben én írtam a zenét, részben Olajos Gábor, nyíregyházi gitárművész, Darinka szerepel benne, mint színész, énekes, és abban bízunk, hogy ha már az MMA, a Magyar Művészeti Akadémia és a Színház is támogatta ennek a bemutatását, és elég jó visszhangot kapott, hogy ezzel határon ilyen is túl egyaránt fel tudunk majd lépni, és ez esetleg előszobája lehet egy hosszabb távú együttműködésnek, mind a színészekkel, mind
mint pedig egyáltalán ebben a dramatizált, megzenésített vers projekttel kapcsolatban. És Darinka, valamit esetleg mesélsz nekünk arról, hogy mondjuk amikor a színésztársait téged egy ilyen kis önálló énekesnőként is látnak, ez is egy szerep tulajdonképpen, akkor együtt törülnek, vagy esetleg működik színésznők között némi nemű féltékenység arra, hogy valakinek bizonyos adottságokból vagy tehetségből esetleg többet mért a jóisten? Hogy éled ezt meg? Nagyon-nagyon jó a társulat itt Nyíregyházan, tehát olyan családias hangulat van, amiben persze, most volt pont egy példa, ezt muszáj elmesélnem, belefér néha olyan, hogy éppen próbálunk valamit, és akkor az anyját, ez most mit csinál, még ezt is tudja. Na de ott a szeretet mögötte, meg aztán röhögünk együtt, meg mondjuk, hogy le a kalapa. Tehát ilyen a közeg itt, úgyhogy ez nagyon sokat jelent számomra. Úgyhogy a visszajelzések alapján persze pozitív volt még eddig minden, amit kaptam. Fényesebben fénylik ez a társulat, hogyha ugye mindenki beragyogja. Hát nagyon boldog karácsonyt kívánunk, és akkor hallgatunk titeket pár pillanat múlva itt a Kölcsei Televízió színpadán. He was born at midnight in December.
shining stars lights, but only one you can see. It's ringing, screaming the name of the earth. That's why I'm singing, and all around the world, save the Christmas all the time. You must believe in Jesus died, so you can hear the song of heart. When you follow him in the love, he was born at midnight in December, in a very little town by the angels, I remember. When his stars lights, but only one you can see, singing strong in the name of the earth. That's why I'm singing, and all around the world, save the Christmas all the time. You must believe in Jesus now, so you can hear the song of heart. When you forward him, when you forward him, when you forward him, when you forward him in the love. Kedves nézők, műsorunk végére még hagytunk egy kis táncos produkciót. Ezzel fogjuk megköszönni önöknek a ma esti figyelmüket, és itt közben az adventi koszorunkon meggyújtjuk a negyedik gyertyát is. Kívánunk önöknek nagyon szép, áldott, békés, boldog karácsony. Köszönjük, hogy velünk voltak, és várjuk önöket a jövő héten is. Viszontlátásra! Karácsonyra készülődünk, sok-sok titok vár. A fenyőfánk feldíszítve a szokott helyén áll. Zöld ágaim, csodás fények, tánca csillogó. Gyertyafényben vígan táncol a csillagszóró. Karácsony éjjel angyalok szállnak, a szeretet szárnyán madrát találnak. Karácsony éjjel akárcsak régen, a szeretet ott van a bátrak szívében. Karácsony éjjel angyalok szállnak, a szeretet szárnyán madrát találnak. Karácsony
szeretet ott van a bátrak szívében. Fenyő az erdő szélén, titkon arra vár, hogyha eljön, a karácsony szép ruhában áll. Zöld ágaim csillog-villog, sok-sok csodás fény, alatta minden ajándék, egy újabb remény. Szállnak, a szeretet szárnyán majd rád találnak. Karácsony éjjel, akár csak régen, a szeretet ott van a bátrak szívében. Karácsony éjjel, angyalok szállnak, a szeretet szárnyán majd rád találnak. Karácsony éjjel, akár csak régen, a szeretet ott van a bátrak szívében. Szeretet szárnyán majd rád találnak. Karácsony éjjel, akár csak régen, a szeretet ott van a bátrak szívében. Karácsony éjjel, angyalok szállnak, a szeretet szárnyán majd rád találnak. Karácsony éjjel, akár csak régen, a szeretet ott van a bátrak szívében.